10 versenyző képviselte Magyarországot Tallinnban a junior sportlövő kontinens viadalán. A keret tagja volt a nyíregyházi Agárdi Vilmos is. A tavasszal légpisztolya Győrben Európa-bajnoki címet szerző 17 éves fiatalember első alkalommal mérette meg magát tűzfegyverrel a nemzetközi mezőnyben. A szabadpisztoly 60 lövéses számában 40-en álltak lőállásba. Vilmos 504 körrel a középmezőnyben végzett, de mint mondja, hasznos tapasztalatokkal gazdagodott Észtországban. Én nagyon örültem neki, hogy ennyire rossz volt az idő, mert sosem versenyeztem még így, hogy minden egyes lövést át kell gondolni, hogy a szél merről fúj, és konkrétan dőlünk el tőle. Sosem volt még ennyire rossz idő, meg közben még az eső is elkezdett zuhogni. Ezért másrészt meg, hogy egy ilyen erős mezőny, tényleg ezt kiemelném, hogy mindegyikük, akik a mezőnyben voltak, idősebbek, mint én, és mindegyikük egy olyan országból jött, ahol ennek a mezőny, tehát ugye a mezőnyük sokkal erősebb, mint az enyém. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület elnöke, egyben Agárdi Vilmos edzője szerint már az is nagy dolog, hogy tanítványa kijutott az Európa-bajnokságra. Ez egy nagyon nagy lépcsőfok, hiszen ez volt az első olyan nemzetközi tűzfegyveres verseny, ahol részt vehetett. Amikor kiírták a válogatókat, akkor nagyon szerettük volna, hogyha bekerült volna. Látszott is, hogy ez egy nagyon nehéz mezőny, hiszen az egész magyar válogatott csapatból ő egyedül jutott ki szabadpisztoly 60 lövésben. Agárdi Vilmos legközelebb hazai környezetben versenyez majd, ugyanis szeptemberben Nyíregyházad otthont az ifjúsági, junior és felnőtt tűzfegyveres országos bajnokságnak. A nemzetközi porondon pedig októberben az Európai Ifjúsági Liga bolonyai döntőjében lép lőállásba a fiatal pisztolyos, a nyíregyházi remények szerint klubtársa Vareha Attila társaságában.